igazságosztó. Gazdag vagy és fehér, nem fognak lecsukni. Ebben az országban ez a csodálatos. Azt hiszi, segíthet? Lehet, hogy nem, de ezt nem tűrhetem el. Most meg kéne élni? Látod azt? Szép teherautó. Segítség! Hát tükörben minden nagyobbnak tűnik. Köszönöm. Szívesen. Lucy, hol van? Mike megkért, hogy másoljak le valamit. De rossz iratokat húztam ki a széfből, én ezeket soha se láttam. Hé, várj egy kicsit, mi van? Külföldi bankszámlák, dollármilliók. Hogyan? Mike, pénzt mos. Ezért volt annyira furcsa. Az egész vállalat csak álcázás. Figyelj, Lucy, csak nyugalom. Tegyél vissza mindent, és gyere haza. Tűnj el onnan. Már is megyek. Mr. Mike. Lucy! Kérte 75-öt. 90-et. Ha alkudni akarsz, menj ki a piacra. Baj van. Elégettem mindent, a kesztyűt, az aktákat, mindent. Nem hiszem, hogy bármit is találnak, de... Találni fognak. Hívd Schillert. Segítettél Dilléninek, segítettél nekem. Úgyhogy most rajtunk a sor. Ne feledd, gazdag vagy és fehér. Nem fognak lecsukni. Ebben az országban ez a csodálatos. A titkárnője meggyilkolásával vádolt Edward Pike befektetési vállalkozó ártatlan napalja magát. Az áldozat férje William Hargett ma találkozik először a rendőrség, illetve a vád képviselőivel. Mutatnom kell valamit. Ezt egy kukában találtuk. Egy szakértőnk alaposan megvizsgálta. Tekintse úgy, hogy a fickó a kezünkben van. Egy fénymásolat? Bíró úr, ez semmit sem bizonyít. Adjon egy órát, és hozok egy képet a Mikulásról. Menjünk tovább. És most mondjad, mit tudsz? Az áldozat Lucy Hargess. Jó anya és katolikus? Egyszer elvált, és az anyja halála óta a nyugtatókor élt. Házastársi hűtlenség és gyógyszerek. Kell több? Igen. A felépülése előtt Lucy Hargess meglehetősen zavart volt. Tiltakozom! Bíró úr! Világosan látszik, hogy miért ölték meg. Hűtlen volt, ivott, nyugtatókon élt, és egy féltékeny szerető rajta kapott. Miről beszél? Ez az igazság. Ártatlan embert vádolnak, de az esküdtek tudni fogják, hogy... Nem bűnös. Kicsim! Drágám, mi baj van? Az az ember, aki megölte a mamit, most engem kergetett. Jaj, kicsim, csak álmodtad, semmi baj. Elítélték a gyerekgyilkost.
Eltűnt a képviselő a dollármilliókkal. Előkerült a képviselő, meg lett a pénz. A rendőrfőnök tagad. A rendőrfőnököt leleplezték. Edward Pike-ot felmentették. Azok a cikkek, azok... Igen. Mindegyikben van valami közös. Vannak, akik azt hiszik, hogy mindent megúsznak büntetlenül, és őket sosem ítélik el. Ezért létrehoztam egy saját igazságosztó vállalkozást. Szóval mi ez az egész? Felmentett bűnösök, akiket maga... Különös kegyetlenség. Elkapok. Hogyan? A tulajdon fegyvereiket fordítom ellenük. Mi a dolgom? Semmi. El fog utazni. Nem értem. Miért segít? A bérem $1 millió. $1 millió? Mit gondol, el van ásva a kertben? Megesett. De tehet nekem egy, mondjuk így, szívességet. Mi lenne az? Nos, nem maga az első, és nem is az utolsó, akinek az életét tönkretette egy ítélet. Én segítek elkapni Pike-ot, és egyszer talán maga segít nekem. Azt mondja, segít, hogyha én is, de én nem vagyok gangster. Hát, az én sem. De tudom, hogy mit érez. És mit lát, amikor becsukja a szemét? Apu, apu! Mi az, kicsi? Mi a baj? Megint üldözött az az ember. Jaj, kicsi, mondtam, hogy ez csak álom. Jól van, semmi baj. Te ki vagy? Én az apukád barátja vagyok. Hallottam, hogy nem tudsz aludni éjszaka, és gondoltam, eljövök. Hát, ha segíthetek. Te vagy az álom, Manu? Igen, kicsim. Talán. Ezt most vidd magaddal. Ő majd vigyáz az álmodra. Jól van, gyere. Menjünk aludni. Kezdj el. Hé, öreg harcos, mondtam már, hogy egy zseni vagy, ha? Hagyd már így! Nem jobb a városban! Na, figyelj, szerzetteket vagyok! Mondjuk egy új titkárnő! És már túlórásztanak! Elnézékesen! Hol tetszene az ott a színpadon? Már a színked is, már is a téma! Menjetek! Hé, hey, Casey, nálad van a... Igen. Kész kell legyen. Meg lesz. Köszi. Halló? Casey Griffin? Igen. Chapel vagyok, tartozik egy szívességgel. Hello. Ez... Ez olyan régen volt, azt hittem talán... Elfelejtette. Hogy van? Jól. És az apja? Jól, Arizonában van. Visszavonult? Nem, nem az a típus. Ugye nem azért hívott fel, hogy kifizessem az $1 milliót? Egy szívességet kérek. És mi lenne az? Néhány irat kellene. Adja nyitva az ajtót, bent várom. Üdvözlöm. Hello. Á, Pike ügy.
Ismeri? Nem. És Schillerről mit tud? Azt beszélik, rosszabb, mint a gyilkos. De a legmocskosabb ő, a dealer. Rick Delaney. 15-ször letartóztatták, de egyszer sem ítélték el. Hogy lehet ez? Jó ügyvédje van, akit megfizet. Schiller tudja, ha kéz alatt kapja a pénzt, problémája lehet. Ezért odaadja Pike-nak, aki befekteti külföldön. Így Schiller nyugodt lehet, mert teljesen tisztán kap vissza mindent. Valószínűleg erre jött rá Lucy Hargis, és ezért kellett meghalnia. Lefülelhetetlenek, és ezért sohasem tudják őket elítélni. Elmondta a férjének, hogy külföldi bankszámlákat talált. De bármit is tudott, azt magával vitte. Igen. Piszkos egy ügy. Bosszant. És fáj. Beperelhetnénk. De Jack azt mondta, ez csak hátrálhatná a nyomozást. És ezt nem akarom. Én kisvárosból jöttem. Az apám lelkész volt. Mi mindig tudtuk, mi a jó és mi a rossz. Ezért én mindent el fogok követni, hogy megtaláljuk Lucy gyilkosát. Jól játszik. És az emberek azt mondják, milyen kedves. Pedig maga az ördög. De miért érdekes ez? Szükségem lesz most magára. Gyors, Vacsi? Hát, más terveztem mára. Randi? Igen. De tulajdonképpen szakítanánk megint. Gondolom, nem érdemli meg magát. Így van. Ma nem megy el, holnapra virágesőt küld. Ismeri? Mind ilyen. Hát igen. Érzi? Friss ütemények. Az élet lényege. Jogot tanul? Igen, illetve már nem. Miért? Talán boldog lennék? Igen, csak úgy, mint Jack Schiller. Várjon meg, mindjárt jövök. Hé, Mr. Schiller, beszélhetnék önnel? Késésben vagyok, de hívjon az irodámban. Edward Pike-ról van szó. Igen? Börtönben a helye, és maga segíthet nekem. Gondolja? Igen. Csak adja meg azokat a külföldi bankokat. Tudja, ahol a pénzüket mossák. Elnézést, de most meg kéne ijednem? Nem, én gondoltam, hogy nem adja fel. Maga túl profi ahhoz. Túl jó. Mint az első nagy ügye. Mi is volt az? De a kocsi, ami felrobbant. Tudja, neki mentek hátulról, és egy csomóan meghaltak. Vajon, ha magát zárnak egy ilyen autóba, akkor is végig kitartana. Akkor se beszélne. De hisz bátor. A fenébe is, próbáljuk ki. Hogy vagy, Jack? Ne ficánkolj! Inkább figyelj most rám! Két kulcs van nálam. Ez nyitja a lakatot. Hívjuk csak jó fiúnak. Ez pedig legyen mondjuk a rossz fiú. Csak már mit csinál? Engedjen ki! Gyerünk! Nézz a tükörbe! Látod azt? Szép teherautó, nem? Legalább 10 tonna, és épp erre tart. Sajnos rossz a féke. Tehát nem sokára... Maga teljesen megőrült! Meg, az is meg lehet. Gyerünk, engedjen ki! Hé! Mi lesz? Ugyan már! Hé, gyerünk!
tükörben minden nagyobbnak tűnik. Engedjen ki! Bankok nevét, számlaszámot, kódot, minden. Jól van. Megőrült. Ez őrült. Jó van? Azt hiszi, ez vicces? Én ezt nem csinálom. Bármit is ígértem magának, az egyszer biztos, hogy ez nem volt benne. Sajnálom, hogy megijed, de számítottam rá, és hát hoztam is valamit. Jézus! Csokoládé. Nagyon finom, és segít, higgy el. Mondja, mi a franc baja van? Minden. Mert olyan világban élünk, ahol bárkit megölhetsz, ha jó ügyvéded van, és könyvet adnak ki rólad, és megtanítanak, hogy hogyan kell nyilvánosan sírni. Azt hiszi, segíthet? Lehet, hogy nem, de ezt nem tűrhetem el. Nekem ez egyáltalán nem tetszik. Lucy Hargis meghalt, de... ő még él. Mit csinál Pike-kal? Ez rajta múlik, hiszen ez nem szórakozás. Ugye, tudja? De legalább elmondhatta volna, hogy mit tervez. Hogy kirántja a kocsiból, mielőtt az felrobban. Súgja meg, vagy kacsincsol rám, olyan nagy kérés ez. Jó, megteszem. És mondja meg, mit tegyek? Jó, hamarosan, de addig is negye ezt meg. Ez meghibbant. Itt. Még mindig remegsz? Igen, itt van. Nagyon jó. Jó, hogy nincs itt Delaney és Pike. Nem lennének büszkék rád. Vigyázzunk rád, a társammal együtt. Tudod, ő hozott neked valamit. Itt van. Na, próbáld fel. Mi kapcsolatban leszünk, míg Delaney-vel tárgyalsz. Meg kell tudnia valamit Pike-ról. Hey, öreg! Hogy vagy? Gyózottnak látszom. Csak fáradt vagyok. Ez minden. Isten félő volt.
az apád meg jó lelkész. Vajon mit szólnának ahhoz, amit tettél? Lehet, hogy nem tetszik, de azért jöttem, hogy emlékeztesselek, mit prédikált az apád vasárnaponként. Ha vétkeztünk, bűnhődnünk kell. Hát, Eddie, gondolkozz el. A másik szobában vagyok. Vagy talán mögötted? Ne! A hálóban van! Ó, nagyon vigyázz, nehogy megölj még egyet. Jól van? És most mit csinálunk? Csak várunk, amíg mi lesz? Jézus, rossz előérzetem van. Ez az egész ügy, maguk őrültek. Tisztáznunk kéne valamit. Mit? Delaney-nek például. Ott vannak azok az átkozott rottweilerei. Hetente kétszer kapnak enni, de minden nap megveri őket. Ha kicseszünk vele, berak a kutyák közé. És ennek kellett hazudnom, ennek a... Az ügyfele. Segíteni akarok. Á, nem akarja, hogy széttépjenek. Én nem. Aggódik, értem? Igen. Á, értem. Örülök. De mi van akkor, ha mégis széttépnek, és Delaney-t bíróság elé állítják, maga megmenti, mert bebizonyítja, hogy megérdemeltem, mint Lucy Hargis. Látja, ismerem magát. Az apámat is maga tette tönkre, ritka nagy rohadék maga. Azt hiszi, mindent megtehet, mert híres ügyvéd, de fordult a kocka. Nem tetszik. Tudom. De én nem segítetek. Hát, csak magamra számíthatok. Mr. Schiller, telefon. Engedd el a nyakkendőt, és ülj le. Otthon vár egy üzenet a rögzítőn Pike-tól. Hogyan? A rögzítőmön? Lehallgatja az üzeneteimet? Kissé feldúlt. Betörtek a házába. Ha kérdezi, ki volt? Delaney, nem hiszem el. Pedig kinyomoztattam, hogy az a mobiltelefon, amiről hívtak téged, az Rick Delaney nevén van. Rick volt? Igen. Itt az én házam Igen. van. Mi a franc folyik itt? Nem tudom, biztos ki akar szállni. Hogyan? Nem akar minket kifizetni. Miért? Ez egy 20 éves suhanc, honnan tudjam? Minden esetre megtudjuk a találkozón. Találkozó? Igen, holnap reggel. Az irodámban. Mi van? Hogy mi van? Te hívtál. Csak tudni akartam, hogy... Hogy vagy? Meg minden, hogy és... Hogy vagyok? Téged érdekel, hogy mi van velem? Nagy rajtad a nyomás, öreg! Nyomás? Sok pénz van nál! Ad a közös pénzük! Te kis szemét! Ja, mi a franc van? Ó, sincs bátorságot, hogy személyen a nekem bemond! Igen, és mi a probléma? Mit ugat fel abba, amit mondok? Edward Pike vagyok. Szeretnék átutalni egy kis pénzt. 5 109 000 dollárt. Mennyi marad a számlán? 14 dollár? Te jó ég. Ha ideje befektetnem. Köszönöm. Murray, itt Chapel. Szívességgel. Egy prosti. Kb. 170 centi vörös 6 órára. Remekül szórakozik. Ez Bill Hargis-é. Kettőig meg kell kapnia. Ó, ezek a repülőjegyek? Igen. A férfi, aki az enyémet hozta, szintén az adósa? Ideges volt, remegett. Na nem, csak ő fázott. Ugyanis a húsüzembe küldtem. Ó. De már jól van, vegetáriánus, ma már. Komolyan? Mondd meg neki! Azt, amit nekem mondtál! Mire gondolsz, Ed? Mire gondolsz? A telefonra, tudod, amit... Mi van? Ma reggel eljött hozzám, és azt mondta, hogy mit te... Mit mondott? Hogy te voltál, öreg! A telefonon meg akartam... Nyugodj már meg, Ed! Nem te mondtad ma reggel, hogy ki akarsz szállni?
Miért szelnék ki, ha nálad a pénzem? Ed, mi bajod van? Neked mi bajod? Nyugi már! Mi van? Azt akarod, hogy hülyének nézzen, ugyan igen? Már! Ki akartok zárni? Nyugi, ne kusson! Kizárt? Szakasztott olyan, mintha egy rádiójátékot hallgatnánk. Felej! Felej! Le akartok írva! Le akartok érteni! Felej! Mi bajod van? Nem zárhattok ki így. Még számolunk. Még nincs vége! Régóta vagyok már a szakmában, de ilyet még nem pipáltam. Hé, Jack. Van valami a nyakkendőden. Erre nem számított. Van ilyen. Mit csinálunk? Jöjjön. Ezeket vigye el Billnek, azonnal. És siessen. Nyúlok a zsebembe. Figyeld a... Valami, testőr? Mr. Schilleré. Rádió kell? Ellenem? Hát... Az én ötletem volt az egész. Láthatta maga is, nem? Pák teljesen begőzölt. Leírhatjuk. Hát ott tartok, uram, van még valami baj. Igen? Igen. Átutaltatta a maga pénzét egy másik számára. Ez még a pénzről is tud? Hát, nézze. 14 dolcsi, hol a többi pénzem? Pike-nál. Kevin, menj utána és dob azonnal a kutyák közé! Minden tiszteletem az öné, de így nem kapja vissza egyetlen centjét sem. Ha megbíz engem, délutánra visszaszerzem. Miért bízzak benned? Jack? Bízhatsz benne. Szóval, visszaszerzed a pénzem. Én kis hősöm, remeg, de Kevin veled megy. Rendben. Gyere be! Szia, Murray. Szóval, megvan? Talán. Mi az, hogy talán? Szemre való. Ez szőke? Nincs másik. A halál oka? A kádba fulladt. Hogy mikor történt, te döntöd el. És mi köze van ennek a pénzhez? Na, papírok? Azok valahol eltűntek. Mi van a törött bordával és a sebekkel? Mivel? Kevin, nézd csak! Nézd oda! Hova? Mi végeztünk. Elmegyek, és nem látsz soha többet. Végeztünk. Hála Isten. Nem úgy értem. Miért eljövök? És vele mit csináljak? 3 óra múlva hívd a zsarukat. Miért? Halott gyalázásért. Új-Zéland? Jó alibi kell. Higgye. Azért van itt, mert az adósa? Ő csukatta le? Ő hozta ki. Az apám ártatlan. Nem gondoltam volna, hogy ki is hoz embereket. Ahogy én látom, mániákus igazságosztó. Nem sokára indul a gépe. A francban mi folyik itt? Mr. Lu a Singapore International-től. Igen? Mr. Pike, tudjuk, hogy szeretne belépni a rendszerbe. Igen, próbálom a számlámat megnézni. Vírus uram, le tudna fáradni a helyi képviseletünkre?
Személyesen kellene igazolnia magát. Rendben, indulok. Már is jön. Ne haragudjon, a parókája egy kicsit... Semmi baj. Lássuk csak, telefonszerelő, ruhaügynök, ez a nők miatt van. Mindig bejön. Most vegyük át még egyszer, mit fog csinálni, jó? Ölelés, csók, futás. És aztán? Kész van. Úgy érti, kész, vége? Úgy értem, eltűnök. Örökre. Most azt kell mondani, hála Istennek. Nincs nagyobb. Nagyobb szemüveg. Ennél is nagyobb? Nem akarom, hogy felismerjen. Hiszen sosem látta. Azt csak hiszi, ma együtt mentünk le a liften. Hogy nincs oda? Nem érdekes, talán nem is emlékszik rám. Miért nem mondta? Vegye le és szálljon ki. Menjen haza. Hogyan? Haza. Vége. Na de kellenek a képek, nem? Túl veszélyes. Akkor is. Hé, jöjjön vissza! Azt mondta! Csinálta. Profi vagyok. A suliban megtanultam kocsiból kiugrálni. Megsérült. Fő, hogy élek. Maga remek. Mi lett Pálykkal? Elhajtott. Mi az? Mi a baj? Sajnálom, azt hittem, hogy... Valami történt magával. Jól vagyok. Tényleg? Semmi baj. Ideje hazamennie. Befejeztük. Vége. Jól vagyok. Tényleg. Elég. De... Hol vagy most? A sebészetem. Eltört a karom. Pike, teljesen összevert, és még azt sem tudom, hogy mi van Kevinnel. Nem láttam. Hol van Pike? Hazament az útleveléért. Várják a repülőtéren. Eltűnik az országból, a pénzzel. Igen, a pénzem! Teljesen összevert. Képzeld el! Pike! Igen, tudom, hogy zárva vannak, most jövök a banktól, láttam, hogy zárva. De én vagyok az egyik legkomolyabb ügyfelük, és beszélnem Uram, kell... az ön záró egyenlege $14. $14? Majd visszahívom. Itt. Maga. Maga volt itt. Delaney-nek dolgozik. Én nem dolgozom, csak magamnak. Ki az a nő?
A kádban? Akit csókolgattál a garázsban. Megölte? Nem én, hanem te. A friss újság. Nézd meg. Eddie sosem tud nemet mondani. Ezt keresed? Mit akar itt? Öltél. Ezt a nőt sose láttam. Lucy Hargest. Megfojtottad. Így volt. De nem ítéltek el, mert gazdag vagy. Viszont ez a sok pénz lesz most a veszted. Én a helyedben fognám a telefont, felhívnám a rendőrséget, és tudod, mit csinálnék? Vallanék. Senki nem veszi ezt be. Nos, akkor azt hiszem, nincs miért félned. Nyugi, öreg harcos. Én nem a titkárnőd vagyok, akivel könnyen elbánsz. Ha megmozdulsz, eltöröm a csontjaidat. Egyenként. Mind a 206-ot. 57-et. Végül is mindegy. Olvastam apád írásait. Ő bölcsember volt. A kedvenc részem a bűnről és a bűnhődésről szól. Neked megvolt mindened. Hatalom, pénz, nők, drogok. De a lelkiismereted mégsem hagyott nyugodni. Mert tudod, hogy rossz vagy. És bűnhődnöd kell. Akkor talán kapsz feloldozást is. Na és mi van, ha nem akarok? Hát ez is egy lehetőség. Te mindig rossz kérdést teszel fel, és rosszkor. Ott ez a $2 millió. A haverodé, Delaney-é. Tehát a kérdés az, hogy mit csinálj? Emlegetett szamár. Megjött. Furcsa fickó. Még van időd, Ed, hogy telefonálj. Rendben. Tessék, rendőrség. Hello, én bejelentést tennék. Bejelentést? Igen, lövöldöztek. És én nagyon félek. Kérem, segítsen. Mikor történt? Az imént. Azonnal intézkedem. Köszönöm. Prostituált Pike kádjában. Pike kettős gyilkossága. Schiller a koronatanú. Halló? Hello, Bill. Mr. Chappell? Hogy van Caroline? Hát, már tud aludni. Imádta Új-Zélandot, és most macskát akar. Vegyen neki. És maga hogy van? Már jobb, de még fáj. Akkor képzelje el, hogy elveszít mindent. A családját, az otthonát, a barátait, mindent. A tettesek megúszszák, nem találja őket. Az egyetlen, ami maradt, nagy üresség. Ugye ez egy fokkal rosszabb. Apu, apu! Jól van! Puszilja meg. Persze.
Mindent köszönök. Hé, hey, Bill. Igen? A szívesség miatt. Majd felhívom. Hogy van? Honnan tudta, hogy itt vagyok? Hát ezt én is kérdezhetném. Amikor apám hazajött, és maga hívott, éreztem, hogy néz. És igazam volt. Igen. Amikor becsukom a szemem, és látom magát az árnyak közt, és azon tűnődöm, segíthetek-e? De azért köszönöm. Neked segítség kell. Bár még alig ismerlek, mégis remekül dolgoztunk együtt. Úgy gondolod? Tudod, hogy mire vállalkoznál? Hogy mekkora az ár? Igen, 3 millió. A pénz, ami hiányzik. Gondolom, nem tudod, hol van. Nézd, énekelnek. Ezek régi gondok. Igaza van. Egy sütit kérek. $1.50 lesz. A többi a magáé.